Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnap délutánt, majd estét kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Alsóösről, a vasútállomásról. Amint láthassátok ezen a felvételen, én itt vagyok Alsóösön, a vasútállomáson, és persze nem a véletlen műve, hogy én itt vagyok, hanem konkrétan várok egy vonatot, egy gyors vonatot, egy tekergő gyors vonatot, amit én itt most le fogok néktek videózni, konkrétan Lencse végre fogom kapni, méghozzá ez egy olyan tekergő gyors vonat lesz, amit egy remote Szergely fog továbbítani, méghozzá a 307-es remote Szergely fogja továbbítani ezt a tekergő gyors vonatot, és én most ezt fogom néktek tulajdonképpen lefilmezni ebben a videóban, hisz olyan ritkaság, hogy még itt a Balaton északi partján is, hogy még remote Szergelyek szaladgáljanak, és most ez egy olyan vonat lesz konkrétan, aminek az élén a 307-es remote Szergely lesz, tehát a remotizált Szergely lesz, tehát motorcserész Szergely lesz konkrétan, aminek majd már nem a gyári motorja lesz benne a géptérben, nem a gyári motorja van, hanem már lecserélték a szívét neki. Így hát most várjunk a 307-es remote Szergelyt, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, ide Alsóösre, a vasútállomásra, és amúgy onnan Balatonalmádi irányából fog majd érkezni a 307-es remote Szergely. A vonatdroidot, amit elkezdtem volna ezt a videót rögzíteni, megnéztem a vonatdroidot, és akkor már igencsak elhagyta Balatonalmádit, így hát pillanatokon belül hamarosan fel fog bukkanni abból az irányból a 307-es remote Szergely, és én ezt fogom néktek most végül is lefilmezni, illetve levideózni. Már mondják is be a vonatot. Méghozzá Kőbánya Kispestről jön ez a tekergő, és megy Tapolcáig. És ezúttal ezt a tekergő gyorsvonatot a 307-es remote Szergely fogja továbbítani. Tehát ez nagyon ritkaság manapság, hogy itt remote Szergelyek szaladgáljanak itt Alsóörsön, ezen a vasútvonalon, így hát most ez egy ritka alkalom lesz, egy jó fogás lesz szerintem, és kifogom és lefilmezem néktek a 307-es remote Szergelyt. Én már látom is a 307-es remote Szergelynek a lámpafényeit, konkrétan pillanatokon belül fel fog bukkanni itt az Alsóörsi vasútállomáson, ezt nézzétek. És íme én már látom is a távolba ott a 307-es remote Szergelyt. Gyerekek! Na ez is ritka pillanat, hogy ilyen remote Szergely szaladgáljon errefelé. Tehát tényleg ez baromi ritka. És íme ott látható a háttérben már a 307-es remote Szergely. Ja, ez egy teljesen egyértelműen a 307-es remote Szergely, ami ott látszik a háttérbe. Egyszerűen fantasztikus. Na, hiányok és fiúk, és akkor most lefilmezzünk ezt a 307-es remote Szergelyt. És már forgalmista mindjárt is indítja a vonatot, tovább engedi útjára, és akkor szépen el fogja hagyni Alsóörs vasútállomást, ez a tekergő gyors vonat, és halad egészen Tapolcáig élén a 307-es remote Szergellyel. És akkor most megvárjunk, hogy elindítsák a vonatot. Amúgy tök jó néz ki ez a 307-es remote Szergely, nem mellesleg. És már is indították a vonatot, és akkor most lefilmezem néktek a 307-es remote Szergelyt. Ezt nézzétek.
Na, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, a 307-es Remot Szergely haladt tovább Balatonfüred irányába, elhagyta Alsóörs vasútállomást. Nos, tulajdonképpen ennyi is lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Tartsatok velem majd egy következő videóban is. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Alsóörsről, a vasútállomásról. Sziasztok!